Sziasztok! Folytatva toplista sorozatunkat ezúttal összegyűjtöttünk tíz olyan magyar labdarúgót, akik az elmúlt tíz évben megfordultak Olaszországban, és ezért tényleg emlékezhetünk rájuk, és nem csak egy ilyen kiugróként voltak ott, akár a szériában, akár a szériebében. Tizedik helyen nálunk Vécsei Bálint szerepel. Noha Vécseit 2015-ben leigazolta a Bologna és három évig pára sem lépett az olasz együttesben, kölcsönben a szérie B-ben egy szezonig a Lecce labdarúgója volt, ahol közel 20 mérkőzésen lépett pályára, ráadásul még gólt is szerzett a Lecce színeiben. Vécsei ugyebár jelenleg magyar bajnok lett a Ferencvárossal, megjárt az Európa Liga csoportkörét, az előző évben pedig megszerezte első magyar válogatott gólját is. 9. helyen Balog Norbert neve szerepel. Balog még 2016-ban került ki Olaszországba a Debrecen csapatától, amikor is a Palermohoz igazolt. Akkor volt egyébként egy magyar csapattársa a Palermóban, akire majd a lista során még fény derül. Mindenesetre akkor a Palermójakkal megjárta a szériát, ám végül kiesett az együttessel. 22 mérkőzésen viszont nem jött össze neki az, hogy a kapuba találjon. Emellett kétszeres magyar válogatott. 8. helyen jön nálunk a másik balog méghozzá balog Botonda a pármából. Balog 2019-ben került a párma együtteséhez, emellett a magyar 10-es válogatottal megjárta az Európa bajnokságot és a korosztályos világbajnokságot is, a felnőtt válogatottban pedig az elmúlt évben debütálhatott. Emellett a szériában is párreléphetett a párma színeiben, többek között az Inter ellen, abban az évben, amikor éppen a Milánóiak megnyerték a szériát. A párma ugyan tavaly a szezon végén kiesett balog azonban maradt, és jelenleg az alasz másodosztályban szerepel. 7. Tőzsér Dániel Tőzsér 2012-ben került Olaszországba, méghozzá a Genoa csapatába, a 22 mérkőzésen lépett pályára a genovaiak színeiben. 2013-ban viszont edzőváltás történt Genovában, és az új edző Fabio Liverani nem számolt Tőzsérrel, így neki végül mennie kellett, így kölcsönbe került a Watfordhoz, majd megjárta a Pármát is, ahol viszont nem lépett pályára. Tőzsére Genoában viszont szerzett egy kis szériátapasztalatot, tapasztalatot, emellett 31-szeres magyar válogatott. Következően egy újabb Genoában megforduló magyar játékos következik még hozzá Rudolf Gergely, aki 2010-től 2012-ig volt a Genoa labdarúgója, emellett kölcsönben játszott a Bari csapatában is, szintén Olaszországban. Összesen a két olasz csapatában 25 meccsen 3 gólt szerzett, emellett 28-szoros magyar válogatott, a válogatottban pedig 10-szer volt eredményes Rudolf. Maradunk Genovában viszont ezúttal most már a Szemdória csapatánál. Következő helyezett a listán nem más, mint Lackó Zsolt, aki összesen három évet húzott le Olaszországban, amellett, hogy a Szemdóriában 36 mérkőzésen játszott. A 22-szeres magyar vállalatot játékos megfordult a Vicenza, illetve a Padova csapatában is. Összesen több mint 50 mérkőzésen lépett pályára Olaszországban. Negyedik helyen egy újabb volt számdóriás magyar játékos, méghozzá Komán Lanyimir, aki 2005-től 2012-ig volt egészen a számdória játékosa, ám nem sikerült neki a számban 35 mérkőzésen gólt szerezni. Nem úgy, mint az Avellino vagy a bári csapataiban, hiszen az avellino 28 meccsen négyszer volt eredményes, a bári csapatában pedig 16 mérkőzésen kétszer zörgette meg az ellenfelek hálóját Komán. Emellett 36-szoros magyar válogatott. A dobogó alsó fokára Fecesi Robert állhat fel, aki 2007-től 2012-ig játszott Olaszországban a Bressa színeiben, ahol 82 mérkőzésen játszott és 10-szer is eredményes volt. Egy debreceni kölcsönjátékot követően viszont visszatért Olaszországba, ahol megfordult az Ascoliban, ahol 15 gólt is szerzett, illetve a Padovában is, ahol viszont nem talált be, viszont egy szezonon keresztül erősítette a padovai csapatot, ahol 15 mérkőzésen lépett pályára. Második helyen Sallai Roland szerepel, aki a Puskás Akadémiától került 2016-ban a Palermóhoz, ahol ugyebár Balog Norbert csapattársa volt, és 21 mérkőzésen szerzett egy gólt, viszont csak egy szezonon keresztül játszott Olaszországban, viszont akkor a legmagasabb osztályban. 2018 óta folyamatosan válogatott, és több mint 30 válogatott meccse van Sallainak. Sallai még az Udinéze ellen tudott betalálni az élvonalban. Első helyen pedig Nagy Ádám szerepel, aki ugyebár 2015-től erősíti a magyar válogatottat, és 2016-ban igazolt Olaszországba, ahol az első osztályú Bolonya csapatába szerződött. Volt olyan, amikor sokszor volt mellőzve, viszont utolsó idényében megszerezte első szériás gólját. Ezt követően egy kis angliai kitérő után az előző évben visszatért Olaszországba, méghozzá a Píze együttesébe, ahol a Szérie B-ben szerepelt. Idén pedig a rájátszásba bekerült a Pízával, ahol végül a Monza elleni verességgel eldőlt az, hogy marad az olasz másodosztályban a Píze együttese, és hát így, hogyha Nagy Ádám marad a Pízában, értelemszerűen Nagy Ádám is. Minden esetre a magyar válogatott alapembere tudott lenni úgy, hogy egyben Szériában is játszott, vagy jelenleg most a Szérie B-ben. Sajnos Olaszországban valóban nem voltak olyan játékosok, akik igazán maradandót alkottak volna, de azért kiemelünk pár nevet, akik legalább utánpótlás szinten egy nagy csapatban megfordultak. Vasádán például 130 mérkőzésen lépett pályára a Bressa színeiben, Filkoratilla megfordult az Interben és a Milánban is, de nem tudott a felnőtt csapatig eljutni. Vagy éppen nem tudta a felkerülni az Atalanta utánpótlásában is megfordult. Azért rendre Négo mielőtt Magyarországra jött volna, játszott az Ász Rómában, míg Novotni Soma utánpótlás szinten a Napoli csapatában fordult meg. A jelenleg Szegeden parádézó Horváth Krisztofert is ki kell emelni, aki jelenleg a Torino kölcsönjátékosod előtt a Spálban játszott az élvonalban, a szériában pár meccsen. Senkó Zsombor az utánpótlásban a Juventus kapusa, és hát Kerkez Milos ugye egy szezonon keresztül a Milán ifi csapatában kapott szerepet. Megyeri Gábor pedig tavaly igazolt a Rómához, a fiatal kapus viszont most Perugzsában van kölcsönben. Kosznovszki Márk nem maradt a Pármában, hazaigazolt Tiszakécskére, viszont előtte Logbotondal a Pármában együtt játszottak. Tamás Krisztián a jelenleg első osztályú együttesében is játszott korábban, míg a Dorian Krisztián a Virtus Entellát erősítette. Ez lett volna tehát ez a toplista, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!